Augusztus 19-ig meghosszabbítja a Boeing 737 MAX gépek használatának felfüggesztését az American Airlines. Az amerikai légitársaság vezérigazgatója és elnöke úgy fogalmazott, hogy bár hisznek abban, hogy a Boeing 737 MAX még augusztus 19-e előtt megkapja a repülési engedélyt az amerikai légügyi hivataltól, nekik azonban, különös tekintettel a nyári csúcsidőszakra, biztosítaniuk kell járataik megbízhatóságát. A Boeing 737 MAX típus jelenleg azért nem repülhet, mert az elmúlt fél évben kettő is lezuhant belőle, ami 346 ember halálát okozta.